Információs és koordinációs pont nyílt Salgótarjánban, az egészségügyi szociális központban, egy országos hálózat részeként. Így már 22 ilyen típusú iroda működik hazánkban a fogyatékkal élő emberek és családjaik támogatása céljából. Képzett tanácsadók várják szeptember 25-től ezen a helyszínen azokat, akik segítségre szorulnak a közszolgáltatások, az ellátási és támogatási rendszer kapcsán. Az irodában helyi szakemberek felkutatásában, vagy éppen akadálymentesített programok, rendezvények keresésében is segítséget nyújtanak. Épp úgy, mint az országos kezdeményezés keretében elindult információs honlapon. A www.efiportal.hu weboldalon keresztül valamennyi aktualizált, témaspecifikus információ elérhető a fogyatékkal élők számára. Többek között erről is szó volt az információs pont átadó ünnepségén, szeptember 25-én. Alapvető emberi kötelességünk a hátrányos helyzetűek, a hátránnyal élők segítése, bármilyen hátránnyal is induljanak az életben. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető lelkiismereti kérdés. Éppen ezért örülök annak, hogy én képviselhetem Salgótarján megyei város önkormányzatát ezen a tulajdonképpen projektindító sajtóeseményen. Az információs pont megnyitása egy fontos törekvés arra, hogy a fogyatékkal élő személyek mindennapjait megkönnyítsék. Így fogalmazott Huszer Máté alpolgármester. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk közös felelőssége és mindannyiunk közös kötelessége az elfogadás, a befogadás és az integráció ilyen típusú segítése, és azt gondolom, hogy az ilyen programok mindenféleképpen támogatják ezeket a folyamatokat. Peleskei Balázs Rita, a szociális központ vezetője, az intézmény legfőbb célkitűzéseit ismertette. Közös célunk az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élők számára. A közszolgáltató és szolgáltató rendszerben dolgozó munkatársak fogyatékosságügyi ismereteinek bővítése, a jól tervezett, átgondolt kommunikáció, amivel az eltérő célcsoportokat szükségleteinek megfelelően szólítjuk meg az általuk használt csatornákon keresztül. Kollégáimmal a közös munka során arra törekszünk, hogy az eltérő célcsoportok megismerjék a projekt során kialakításra kerülő egységes információs rendszert és területi hálózatokat, valamint a hálózati pontokhoz kapcsolódó különféle szolgáltatásokat. Tehát attól függően, hogy milyen témakörre kíváncsi, abba bele tud menni. Most mi menjünk bele az egészségügybe, és oldalt, ha lejjebb megyünk, még, akkor oldalt ott a tartalomjegyzék, és középen ugye maguk a témakörök, amikre ha rámegyünk, akkor adott linkkel tovább tudunk lépni. Az érintettek teljes körű informálását szolgáló weboldalról Kovács Zsuzsanna szakmai vezetőként beszélt, aki bemutatta a Montás projekt legfontosabb ismérveit is.